Szeretettel üdvözöllek benneteket ezen a rendkívüli testületi ülésen. Azért kellett összehívni, mert itt van pár olyan sürgő dolog, ami, hogyha várunk március végén, akkor megakad a folyamat. Megállapítom, hogy szerintem egy kivételével mindenki itt van, tehát az azt jelenti, hogy határozatképesek vagyunk. Tehát belemegyünk 8-an vagyunk itt a testületi ülésen. Azt kérem, hogy aki egyetért ezzel a 3 napi rendi ponttal, az készfenntartással legyen szíves jelezze. Köszönöm szépen a napi rendi pontokat, egy hangon elfogadtuk. És akkor az első, az a település rendelet módosítása, indító, tehát elfogadása, ugyanis ez a, hogy hívják, az osztályos igazgatás. Nem. Ez akkor a reklámfelület. Ja. Tehát itt meg az a helyzet, hogy a tehát magasabb rendelete vagy törvénybe, tehát magasabb szintű joghelyen fogják ezt szabályozni. Ebből kifolyólag nekünk ki kell venni azt, ami a miénkébe volt a régibe, hogy nem szabályozott tulajdonképpen ez a lényeg neki. Addig, de hogyha valamit hozzá akarsz még fűzni, akkor igen, tulajdonképpen a törvényváltozás történt, a településkép védelméről szóló 2015-ös törvény január 1-ével módosításra került, és ezzel sajnos az önkormányzati településképi rendeletet is módosítja olyan szinten, hogy a településképi rendeletünkben szabályoztuk a reklámhordozók számát, méretét, ezeket a dolgokat most már magasabb szintű jogszabály fogja szabályozni, így hatályon kívül kell helyezni, mivel ez egy véleményezési jogkör és beépítésre került, amit az állami főépítész fog végezni. Ezért ez egy határozat, ez egy indító határozat, a település képi véleményezés után pedig majd a rendeletből is törölnünk kell, de most, amit meg kell tennünk egy határozatban, ennek az elindítását el kell fogadjuk. Úgyhogy van is hozzá egy határozat javaslat. Ebben kapcsolatban valakinek valami képzése van, hogy az eszívása van. Ez az, hogy milyen reklám, mekkora méretű volt, ez gyakorlatilag kiterül abból, hogy a mi döntsük el, mi település, hanem megmondják. Igen. Mert hozzunk el rendeletet az autópályák mellett is, amik vannak, mi tervezünk, hogy nagy reklám forgatók. Akkor módosítom a megjelent létszámot, teljes létszámmal vagyunk itt, úgyhogy belemegyünk 9-en. De küldjük a kötásra. Csak annyit gondolok, hogy az első napi rendi pontnál tulajdonképpen tartunk. És a településképi rendeletnek a módosítása van, ami magasabb szintű jogszabály miatt nem ebbe szabályozzuk, hanem egy magasabb rendelet szabályozza a reklámoldozó felületeket. Ez a lényeg. Ilyen eset, hogyha egyébként a testet nem fogadja el, akkor sincs nap, addig szavazott, hogy magasabb szintű jogszabály. Igen, fogadja. Ja. Na, akkor én, ha nincsen, ez szerintem teljesen mindegy. Mondhatunk, amit akarunk, úgyhogy ez a Péter igazolva. Tehát Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete elhatározza, a település kép védelméről szóló 2016-2024-es. Szóló. Ja, várjuk, még nem tartottam, csak ott 74-es törvény, 12. paragrafus 2. bekezdés B-pontja, és a településkép védelméről szóló 2022-3. 18 önkormányzati rendelet összhangjának megteremtése érdekében módosítja rendeletét a településtervek tartalmáról, elkészítéséről és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021-7-11 kormányrendelet 70/A paragrafus bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítész véleményének lekérésével.
aki ebben egyetért, azt kérem, hogy készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, akkor 9 igennel elfogadtuk. Akkor a következő napi rendünk, ez a izé. Ja, a következőleg emlékeztek rá, hogy azt hiszem a Attila kivételében megszavaztuk, hogy az a weekend terület jöjjön létre, de közben az a helyzet, hogy az osztrákok összevesznek egymással, úgyhogy ez az egyik, a másik pedig január 1-ével új építési törvény jelent meg, aminek értelmében lehetetlenné válik ennek a weekend területnek a kijelölése, ezért a régit, tehát azt a határozatunkat visszavonjuk, és kész. Ennyi, erről szólna az egész. Ez a tejhegyülőben a mélyhügy, vagy a hangsorban a mélyhügy, hogy meg... Amit a... Én a régi házas De nem is olyan régen volt ez, azt hiszem december ülésen, vagy esetleg a novemberig, most pontosan nem tudom. Egyébként ott beszéltük, elmondtuk akkor, hogy milyen terveik vannak. Szeptember, akkor gyorsan kicsit pont ezt akartam mondani, de ebből kifolyólag ezt vissza kellene gondolni, mert egyszer lehetetlen, másodszor pedig nem lehet kommunikálni velük, mert a ügyvéd a szintje ezeket, amaz szintje a másikat, a lényegtelen képt, és összevesznek a koncon, ez a lényegeteket. Akkor ebben kapcsolatban esetleg valami kérdésetek van. Amennyiben nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot, Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete elhatározza, hogy visszavonja a 143 per 2023 926 és a 144 per 2023 926 145 per 2023 926 önkormányzati határozatai, amivel a Magyarország és egyes kiemelt térségének területrendezési tervéről szóló 2018 évi 139 törvény 12-es paragrafus 3-os bekezdése szerint a kérelmező F. Wolf Kft. Által tervezett hétvégi házas üdülő terület, mint új beépítésre szánt terület, addig nem jelölhető ki, amíg a település közigazgatási területén van fel nem használt beépítésre szánt terület. Ez a lényeg. Aki ebben egyetért, az kérem készfeltartásra szavazva. Köszönöm szépen, akkor ezt a tárgyatunkat visszavontuk, és a harmadik, az pedig a BAMO élővel kapcsolatos olyan szempontból, hogy a onnét, ami ott annál körülbelül a trafóház, ahol van a Banára megyünk, van a trafóház, ott van az a hatalmas nagy, nem tudom én hány ezer voltos nagy feszültség, ami a Kisigmándi trafóállomástól megy arra Győr felé, és onnét hozzák a villanyt a BAMO-nak a kemencéjéhöz. Ez egyrészt a banai területen jön, egészen odáig, ameddig ugye ott a Lobkovici erdő, hogy elkezdődik, onnétől kezdve a bal oldala az banai határ, a jobb oldala az ácsi határ, és a Lobkovici erdő alatt, ami van az a kertészet, az pedig lenn már megint ácsi határ. Tehát a ácsi határba onnét jönne egy, addig, ameddig a BAMO sarkáig el nem ér, tehát a nyugati sarkáig el nem ér, ott átjön az út alatt, és ott lesz egy trafóállomás, és ezen kívül még, tehát ez lesz a fő elosztó trafóállomás, és azon kívül még tehát a kemencék mellé még egy kisebb használati trafóállomást is ez a cég kapta meg a tervezésre, kivitelezésre, mindenre. Na most itt az az igazság, hogy mivel akkora energia jön ezen, tehát elektromos áram mennyiség, amihöz bővített, tehát amit a megyei rendezési tervbe is be kell venni, tehát egy ilyen bővítésnek így bekarítani. Ez egy beillesztés. Beillesztés kell végrehajtani. Terület rendezési eljárást kell lefolytatni, és ennek az indítását a képviselőtestületnek határozatban el kell fogadni. Tehát, igen, és akkor utána majd megbíznak egy olyan céget, akinek joga van
megyei rendezési tervet csinálni, az elkészíti a cuccokat, és akkor még arról, amit ők küldenek, vagy nekünk még arról még egyszer szavazni kell. De az első az, hogy először szavazunk mi, ez alapján indítják el, te keresik meg a tervezőt, meg indul el az egész. Hát tulajdonképpen a lényeg az egésznek ez. Így van, tehát ez egy indító határozat, elkészül aztán egy hatásvizsgálat, tehát egy tanulmányterv, amit az állami főépítész véleményezni fog, és aztán visszakerül a képviselő testülethez, mert a rendezési terveket, és módosítani kell ennek a megyei rendezési terve és beillesztésre kerül. Ez még egy indító határozathoz ezek azok a nyomvonalak jelölések, de a hatástanulmány az még most fog készülni, és annak alapján fogjuk majd mi is a rendezési tervünket módosítani. Ez még egy indítás. És akkor itt igazából a cég nem is kérheti azt, hogy ebben a megyei területbeillesztést ő nem tudja kérni, csak az önkormányzat. Persze, így van. Tehát a mi hozzájárulásunk, illetve a Balai önkormányzatnak a hozzájárulása fog majd ahhoz kelleni, hogy egyáltalán ez az eljárás megindulhasson a megyénél. Ezért kellett ezt nekünk most elrendelni egy határozattal. Jó. Talán fontos, hogy lakóterületet, lakóépületet. Az út mellett jön közvetlenül, tehát különösen nem érdekes. És igazából ugyanígy a banaiak is erőt. Hát mert ahol a ő területeken jön, egy jó, tehát egészen mondom, hogy a Rukóvici erdő, az a banaiak. Arról ő neki kell dönteni, erről rövid területről, erről nekünk, mert ez, tehát a banaiak jön egy sokkal hosszabban, mint a milyenként, de lényegtelen kérdés, az a lényeg, hogy ennélkül a elektromos áram ellátás nem lehet megoldani, és hogy így is van betervezve nekik. Na, esetleg kérdés, hogy hozzászólás, amennyiben nincs ilyen eurós, nem határozott javaslatot, átsárul fönkormányzat képviselő testülete, az STS, micsoda, EGI Engineering, A Konstrukció Kft. Kérelmére elvi hozzájárulást adja az Ács 04/21/71 helyrajzi számon épülő katódinak gyár villamosenergia ellátását szolgáló 132 kW-os távvezeték és földkábel létesítéséhez. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2002-4/8 kormány rendelet 3 paragrafus 4 bekezdése alapján a 132 kV-os távvezeték és földkábel, mint térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra elem létesítéshez kapcsolódó térségi terület felhasználási engedély kérelem benyújtását támogatja és megerősíti. Aki ebben egyetért, az kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, hogy 9 igennel ezt is. Te tartózkodtál, tehát 8 igennel megszavaztuk, és egy tartózkodást.